Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin 1952. október 7-én született Leningrádban. Leningrád, a korábbi Szentpétervár, gyökeresen különbözött Oroszország többi vidékétől. Leningrád egy civilizált város volt, annak számított, hiszen nyitott volt Európa felé. Leningrád forradalmi városnak számított, hiszen az úgynevezett nagy októberi szocialista forradalom ugye itt játszódott le. Leningrád proletárvárosnak számított, mert hiszen az orosz ipar nagy része itt koncentrálódott. Az első világháború előtti például a hadipar egy komoly hadipari központ volt, úgyhogy rengeteg proletár, rengeteg munkás élt ezen a környéken. És hát Leningrád Lenin nevét viselte, ugye a nagy forradalmár nevét viselte. Ellenálló város volt, hiszen a II. Világháború idején több mint 900 napos blokkádnak állt ellen, amikor nem jutott be elegendő élelmiszer a városban, és az emberek sorra pusztultak el. Vlagyimir Putyin apja egy tengeralattjárón szolgált 3 évet a háború előtt. 1941-ben pedig besorozták egy NKVD zászlajba, és rögtön a frontra küldték. Az anyja Leningrádban maradt, Leningrádban élt, és annyira legyengült a kevés élelmiszer miatt, hogy már bedobták egy közös sírba, amikor valaki észrevette, hogy ez az ember még él, még mozog, és így ez utolsó pillanatban mentették meg. Egy szegényes társbérleti lakásban, amit oroszul úgy hívtak, hogy kommunálka éltek, egy bérház 5. emeletén. Ezek a kommunálkák, ezek egy szörnyű lakások voltak, mert gondoljunk bele, hogy akár 6-8 család is élhetett egy ilyen közös lakásban, és közösen kellett, egy konyha volt, és ezt meg egy fürdőszoba, és ezt közösen kellett használniuk. Itt aztán meg lehetett tanulni, hogyan kell együtt élni az embereknek. Az édesanyja házmester volt, az édesapja pedig művezető volt egy gyárban. A kis Vlagyimir rakoncátlan kislegény volt, rakoncátlan kisiskolás volt, és hát ilyen kicsit agresszív, verekedős gyereknek ismerték. És imádott csatangolni ott ezen a munkás környéken a környék huligánjaival. De végül szerencséje volt, mert megismerkedett egy sporttal, a cselgáncsal, a judóval. Ennek a sportnak köszönhette, hogy egy kiegyensúlyozott, önuralomra képes személyiségét tudott fejlődni. Egyébként véleményem szerint a kis Vlagyimir nagyon-nagyon okos gyerek volt. Kitalálta, megtalálta az útját, módját annak, hogy kikerüljön a szegénységből, hogy otthagyja a rosszat maga mögött, és hogy karriert csináljon. Ezt úgy gondolta, hogy ezt úgy fogja elérni, hogy a szovjet állam legfontosabb szervezetének a tagjává fog válni. Egy nap a szülei tudta nélkül bekopogott a leningrádi KGB irodába, és érdeklődött, hogy hogyan lehetne jelentkezni, hogyan lehetne ő a KGB tagja. A tisztviselő persze felvilágosította, hogy csak úgy az utcáról nem lehet valaki a KGB-nek a tagja. Csak akkor van esélye bejutni a KGB-be, ha diplomát szerez, lehetőleg jogi diplomát. Úgyhogy Putyin rájött, hogy az egyetlen út felfelé a tanuláson keresztül vezet. 17 évesen mindenki általános meglepetésére elhatározta, hogy jogi tanulmányokat fog folytatni. Beiratkozott a Leningrádi Egyetem jogi fakultására. Mintaszerű egyetemi hallgató lett. Nem dohányzott, nem ivott. Nem járt el bulizni a többiekkel, és tökéletesítette magát a judóban. 1976-ban meg is nyerte a leningrádi körzeti bajnokságot. És valóban, miután elvégezte a jogi egyetemet, behívták a KGB-be. A felvételi eljárás után a KGB 2. főcsoport főnökségéhez került, a kémelhárításhoz.
csak az egészen kiváló diplomával rendelkezők, illetve hát a protekciósok kerülhettek a KGB legjobb helyére, az első főcsoportfőnökségre, ahol a külföldi hírszerzést szervezték, ami a külföldi hírszerzéssel foglalkozott. Putyin realista volt, és nem is számított arra, hogy azonnal oda kerül. De amit elhatározott, végül is sikerült. Csekista lett. Moszkvában egy 5 hónapos kiképzésen vett részt. Ezután Putyin a leningrádi elhárításban dolgozott. Megfigyelte a városban tartózkodó külföldi állampolgárokat, a szállodák vendégeit, a városba érkező külföldi üzletkötőket. Informátorokat szervezett be, hálózatokat hozott létre. Többet nem igazán tudunk erről a fajta tevékenységéről, mert hiszen Putyin sohasem beszélt erről a munkájáról. Ez teljesen érthető módon. 1980-ban találkozott egy Ludmilla nevű légi kísérővel, akit 1983-ban feleségül vett. 1985 tavaszán megszületett az első gyermeke, egy Mása nevű lánya. 2 évvel később, már az NDK-beli kiküldetése során pedig a kisebbik lánya, Jekatyerina. 1984 végén befejeződött a kiképzése a Vörös Zászló Intézetben, a későbbi Andropov Intézetben, ahol a KGB-s tiszteket képezték, illetve a külföldi akciókra készítik fel őket. Putyin itt tökéletesítette a német nyelvtudását, majd őrnagyi rangban került ki az intézményből. Az NDK-ba helyezték, a Német Demokratikus Köztársaságban, a kommunista Németországba, ahol 5 évig tevékenykedett. Vagyis átkerült az első főcsoportfőnökség 11. úgynevezett baráti országokkal foglalkozó ügyosztályára, és annak a szolgálatában tevékenykedett. Dresdában lakott, egy lakótelepi, egy panellakásban élt a családjával, a valódi nevét használta, ugyanúgy élt, mint az átlag németek. Volt egy zsigulia, bejárt sörözni, színházba járt, tehát ugyanúgy élt, mint az átlag emberek. És a munkája egyáltalán nem hasonlított a kémfilmek hőseinek a munkájához. Politikai hírszerzést folytatott. Forrásokat szervezett be, információkat gyűjtött össze, és ezeket elemezte. 1985. március 11-én azonban hatalmas változás következett be a Szovjetunió történelmében. Mihail Gorbacsov lett az új pártfőtitkár. Ő úgy vélte, hogy helyre kell állítani az országban a fegyelmet. Érdekelté kell tenni az embereket a munkában. Lazítani kell a párt túlzott felügyeletén. Akkor még senki sem gondolta, hogy ezek az új gondolatok, a glásznoszt és a perestroika, vagyis a nyíltság, nyitottság és a rendszer újjáépítése, ről szóló ez a perestroika, ezek az új gondolatok magának a rendszernek az összeomlását fogják okozni. Putyin valóságos kataklizmaként élte meg a berlini fal leomlását. Szolgálatban volt Dresdában ezen a napon, és ott volt, amikor a tömeg elfoglalta a kelet-német titkosszolgálatnak a helyi központját. Maga saját kezüleg égetett el egy csomó titkos dokumentumot. Tudnunk kell, hogy Putyin egy hivatalnok volt. Ezért azt kellett tennie, amit parancsoltak neki. A felettesei visszarendelték Leningrádba, hogy ott folytassa a munkáját, hiszen Németországban megszűnt a lehetőség. Túl fiatal volt ahhoz, hogy végleg búcsút mondjon az aktív életnek. Nem ment nyugdíjba, azonban látta, hogy valami új foglalkozás után kell néznie. A Szovjetuniónak nem volt jövője.
néhány jó akarója azt javasolta neki, hogy dolgozzon az állami egyetemen, a rektor nemzetközi kapcsolatokért felelős helyetteseként. Azonnal elfogadta a lehetőséget. Úgy látszott, a gondviselés gondoskodik róla, mert néhány hónappal később ajánlatot kapott a leningrádi tanácstól, a szovjettől, amely jogászt keresett. Az új alpolgármester Anatolij Szobcsák kabinetjébe került. Ez a Szobcsák jogtudós volt, a jogtudományok professzora. Egyébként magát Putyint is tanította korábban. A felvételi beszélgetésen a két férfi azonnal egy hullámhosszon volt. Azonnal értették egymást. Putyin rendkívül tisztelte a Szobcsákot. És a felvételi beszélgetés végén bevallotta Szobcsáknak, felfedte Szobcsák előtt, hogy ő még mindig a KGB munkatársa. Tulajdonképpen még mindig nekik dolgozik. Szobcsák hosszú pillanatokig csak némán figyelte egykori hallgatóját, aztán azt mondta, fenét se érdekel. Szobcsák teljes bizalommal volt Putyin iránt, aki egyébként nem tartozott semmilyen csoportosuláshoz, semmilyen klikhez, semmilyen párthoz. Szobcsák okos ember volt. Az sem kizárt, hogy tudatosan olyan embert akart maga mellé venni, akinek van kapcsolata a KGB-ben. Illetve a kapcsolatai révén akár bonyolult és nehéz ügyek megoldásában is segítkezhet. Szobcsák a demokrata mozgalom egyik vezetője volt. A jogállamiság elkötelezett híve. Putyin mellette közvetlen közelről figyelhette Gorbacsov erőfeszítéseit. Aki új metódusokat próbált bevezetni, igyekezett elfogadtatni a párttal a piacgazdaság gondolatát, és ami a legfontosabb, mindenképpen egybe akarta tartani a birodalmat. El akarta kerülni a birodalom felbomlását. Az 1991. június 12-i választásokon Boris Jelcin elsöprő győzelmet aratott. Ő lesz Oroszország első embere. Gorbacsov bukásra van ítélve. Az 1991. augusztus 19-i puccs meglepetésként éri az embereket, magát Putyint is. A kommunista kemény vonalosok által vezetett puccs megpróbálta megakadályozni a változásokat. Gorbacsovot megpróbálták a hatalomból eltávolítani, meg akarták állítani azt a folyamatot, amely a birodalom széthullása felé vezetett. Azonban néhány napon belül leverték a puccsot. A változás immár megállíthatatlan volt. Putyin a puccs hírére azonnal visszatért Szentpétervárra, és Szobcsák mellett, kiállt Szobcsák mellett, aki rendíthetetlenül szervezte az ellenállást. Hatalmas tömeg verődött össze a leningrádi tanács környékén, meg akarták védeni a demokráciát. Egyértelmű jele ez annak, hogy az emberek már nem akarták, hogy visszatérjenek a régi idők. Ennek az évnek az augusztus 20-án Putyin levélben tájékoztatta a KGB-t, hogy kilép a szervezetből. Moszkvában közben súlyos események történtek. Óriási tömeg veredett össze a Lubjanka téren, a hírhedt KGB székház előtt, ott állt az alapító Félix Dzerzsinszky szobra, és ez a tömeg ledöntötte ezt a szobrot. A puccs után nem maradt el a KGB megrendszabályozása. Gorbacsov Jelcin hozzájárulásával a népszerű Vadim Bakatyint nevezte ki a KGB élére. Akinek az volt a nehéz feladata, hogy normális működésre kényszerítse ezt az elszabadulni látszó hatalmas, óriási szervezetet. A külföldi hírszerzés az SVR élére Jevgenyi Primakov volt újságíró került. De Putyinnak ekkor már semmi köze a KGB-hez. Tanácsadóként működött Szobcsák legközelebbi munkatársa, a 37 éves Anatolij Csubajsz mellett. És gyakran találkozott azokkal
a fiatal, jóképességű új politikusokkal, akik minden energiájukkal a demokratikus Oroszország felépítésére törekedtek. És ők lesznek azok, akik majd Jelcin legközelebbi munkatársai lesznek Moszkvában. Amikor Csubájsz bekerült a kormányba, Moszkvába költözött. És Putyint kérték föl, Putyin kapta meg azt a feladatot Szobcsák mellett, hogy a nemzetközi kapcsolatok felelőse legyen. A Szovjetunió 1991. decemberében megszűnt létezni. Ez azonban nem változtatott Putyin pozícióján. Megismerte a külföldi vállalatokkal létrehozott vegyes vállalatok működését. Megismerte a nyugati bankokat, amelyeket hozzásegített ahhoz, hogy fiók intézményeket hozzanak létre Leningrádban. Ekkor már Szentpéterváron. Oroszország bővelkedik a természeti kincsekben, de nem volt, aki kiaknázza ezeket, a mérhetetlen erőforrásokat. És egyszerűen nincsenek törvények a privatizáció szabályozására. Egy ilyen vad privatizáció ment végre Oroszországban is. Putyin kezén gyakorlatilag milliárdok mennek keresztül. De soha senki sem bizonyította, nem tudta bizonyítani, hogy a polgármester jobb keze visszaélt volna a pozíciójával, és így gazdagodott volna meg. Volt, amikor megvádolták, de bizonyítani soha senki sem tudta. És Szobcsák bizalma is töretlen volt irányában. Minden arra val, hogy Putyin a törvényesség keretein belül maradt és úgy tevékenykedett. De persze nem volt sem naív, sem vak. Ő is látta, mint mindenki más, hogy hogyan sajátítanak ki egyes aparátcsikok, például Berezovszky, állami vállalatokat, bányákat, erdőségeket, gyakorlatilag az egyik napról a másikra hogyan lesznek milliárdosok. Ráadásul 1996 tavaszán a karrierje is megrekedt. Anatolij Szobcsák kis különbséggel ugyan, de elveszítette a választásokat Leningrádban. Az önkormányzati választásokat Leningrádban. A kudarc végzetes volt és végleges. Szobcsák Franciaországba költözött. Putyin munkanélkül maradt, de már jól ismert ember volt. Kitűnő szervezőnek tartották, és szakavatott jogásznak. Mondhatjuk, hogy jó hírneve van, úgyhogy hamarosan Moszkvába hívták. Pavel Borodin az orosz elnöknek újjáválasztott Boris Jelcin kabinetfőnöke a helyettesének hívta Moszkvába. Moszkvában új feladatot kapott. Ugye kezdetben az volt a feladata, hogy az elnöki tevékenység törvényes voltát biztosítsa, és felügyelje a külföldi kapcsolatokat. Mondhatjuk, hogy ez egy rendkívül fontos bizalmi poszt volt, és rendkívül nagyfokú diszkréciót igényelt. 1998. július 24-én az új miniszterelnök Szergej Kirjenko kinevezte Putyint a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSB, az új alakult KGB vezetőjének. Ebben az időben Oroszországban kaotikus állapotok uralkodtak. A gazdaság nagyon rosszul teljesített, gyakorlatilag mély gazdasági válságban volt az ország. Az új gazdagok szűk körét leszámítva az egész ország sokkal rosszabbul élt, mint korábban. És a gazdasági válsághoz még kormányválság is járult. Mindenki előtt ismert volt, hogy az államfő Jelcin beteg, krónikus alkoholizmusa van. És köztudott volt, hogy hamarosan szívműtéten kell átesnie. És nagyon-nagyon közel volt az elnökválasztás. Úgyhogy rengeteg kihívója akadt az elnöknek. Például Lebegy tábornok, az első csecsen háború hőse. Vagy Viktor Csernomirdjin, a volt miniszterelnök. De ott volt Moszkva polgármestere Jurij Luskov is. És ugyanekkor egy
csendes, de annál meghatározóbb háború folyt Moszkvában. A kormány, a miniszterek az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a gazdasági élet egész szektorait ellenőrző oligarchák álltak. Ezek az új milliárdosok, mint például Berezovszkij vagy Grushevszkij. A rosszul levezényelt, nem megfelelően ellenőrzött privatizáció Oroszországban is, de ott főleg az aki kapja marja alapon működött. Oroszországban ebben az időben nincs nagy különbség a vállalkozó, a kalandor és a maffiózó között. Putyin végig lojális maradt a kormányzati csapathoz és magához, Jelcin elnökhöz. Amikor a műtét után Jelcin egészsége javult, Putyin minden erejével részt vesz az államfő védelmében folytatott harcban. 1999. márciusában Gyuri Iluskov támadást akart intézni a Jelcin család ellen, az ügyészségen voltak nagyon jó kapcsolatai. Azonban az állami televízióban levetítettek egy buja szex jelenetekkel teli videót, amelyben Iluskov polgármester prostituáltakkal tölti az idejét. Természetesen mindenki előtt világos volt, hogy emögött az FSB új főnöke Putyin áll. Putyin a lehetőségei miatt mindenkiről mindent tudott, úgyhogy bárkit bármikor kompromittálhatott. Hatalmas potenciál, hatalmas lehetőség volt a kezében. Azonban a kormányzat nagyon-nagyon rossz helyzetben volt. Nem csak az volt a baj, hogy Boris Jelcin már minden hitelét elveszítette, és nem fogják újra választani. Az igazi probléma az volt, hogy ha elveszíti a hatalmat, akkor Jelcinnek tartania kellett, Jelcinnek, illetve az egész környezetének, az embereinek is tartania kellett az utódja bosszújától. Aki valószínűleg mindenkit beperel, eltávolít a politikából, illetve börtönbe juttatott volna. 1999. augusztus 9-én Boris Jelcin mindent egy lapra tett föl. Új miniszterelnököt nevezett ki. A televízióban megjelenő elnök bejelentette, hogy azért nevezte ki a bizalmasát erre a posztra, mert az illető rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek révén ő is egy kitűnő elnök lehet, a helyére léphet. Azt mondta, hogy egy olyan ember mellett döntöttem, aki képes arra, hogy egyesítse a társadalmat, és biztosítsa a reformok folytatását. Aki képes lesz arra, hogy összefogjon mindenkit, és együtt teremtsék meg, hogy együtt teremtsék meg a 21. század nagy Oroszországát. Ez az ember pedig Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin volt. De hát az az igazság, hogy az elmúlt 17 hónapon belül Putyin már a negyedik kormányfő volt, és ez is jelzi, hogy mennyire ingatag volt a hatalom, mennyire instabil volt minden. Az is érdekes, hogy ezek az egymást követő miniszterelnökök mind a KGB-ben kezdték meg a pályafutásukat. De mivel magyarázható az, hogy Putyinnak sikerült az, ami a többieknek nem? A Kreml, Jelcin, az elnökség szeptember 26-án létrehozott egy választási blokkot. Az volt a neve, hogy Jedinstvo. Ez ugye azt jelenti magyarul, hogy egység. És a nemzeti egységre appelláltak a társadalmat fenyegető veszélyekkel szemben. Maga Putyin is az erős hatalom mellett foglalt állást. És elmondhatjuk, hogy erre a Jedinstvo létrehozására a lehető legmegfelelőbb időpillanatban került sor. Az új párt élén Putyin győzelmet aratott. A Jedinstvo jelöltjei a december 19-i törvényhatósági választásokat megnyerték gyakorlatilag. Így többséget alkothattak a Dumában, az orosz parlamentben. December 2-án Jelcin arról tájékoztatta Putyint, hogy december 31-ével lemond az elnöki hatalomról,
és ezzel közelebb hozza az elnök választást. A történések ekkor hihetetlen mértékben felgyorsultak. A 2000. év január 1-én Putyin Oroszország ideiglenes elnöke lett, mivel Jelcin lemondott a javára. Fiatal volt, hozzáértő, komoly és lojális, és hazafi. Ő volt az, aki megtestesítette a reményt, hogy az országban véget érhet a gazdasági válság, ami már 10 éve tombolt. Véget érhet az a lehetetlen helyzet, amiben Oroszország már 10 éve fetrengett. Március 26-án került sor az elnök választásra. Putyin nyert, Oroszország elnöke lett. És mivel korábban Putyin pártja, a Jedinstvo megszerezte a többséget a Dumában, gyakorlatilag minden tényleges hatalom Putyin kezében összpontosult. Ő lett a birtokosa a teljes hatalomnak. Első elnöki rendeletével büntetlenséget biztosított Boris Jelcinnek. Végül egy idézet Putyintól, ami véleményem szerint eléggé jól kifejezi, hogy hogyan gondolkodik ez az ember. Aki nem gyászolja a Szovjetuniót, annak nincs szíve. Aki a visszaállításáról álmodozik, annak nincs esze. Köszönöm.